Az óvodások a Szivárvány óvodában ültettek fát Henri Dunant és a Vörös Kereszt születésnapjának tiszteletére. Dunant 1828. május 8-án született. Ő volt az a svájci üzletember, aki 1859-ben a Solferinói csata után alapította meg a Vörös Keresztet. A csatában látott szenvedés és emberi elhanyagolás hatására írta meg a Solferinói emlék című könyvét, melyben felvetette az ellenséges katonák ápolásának szükségességét, függetlenül attól, hogy melyik oldalon harcolnak. Ez a könyv inspirálta a Vörös Kereszt létrehozását, amely egy nemzetközi humanitárius szervezet, mely az életet, az egészséget, az emberi méltóságot és a nemzetközi humanitárius jogokat védi és támogatja. A Vörös Kereszt világünnepe, tehát ez egy világnap számunkra, és itt azt a több mint 190 országnak a önkénteseit, munkatársait üdvözöljük ezúton is, és abban ünnepeljük meg ezt a jeles ünnepet, hogy a bázis óvodánkban a legkisebbik csemeték, azok fát fognak ültetni. Még kicsi vagyok, de úgy segítek, mint a nagyok. Minden állat a barátom, védem őket pajtásom. Növényeknek levelét, ágát, szirmát, gyökerét, óvom én és vigyázom, hisz mind a barátom. Az esemény emlékeztetett az emberiség fontosságára, a segítőkész magatartásra és az örökség ápolására. Az alapeszme a Vörös Keresztnél a segítség. Ez a faültetés is segítség bizonyos fokig magunkon, a gyerekek számára, a gondoskodás szempontjából is, és hogy el tudják mondani később soha, hogy ezt a bátyád ültette, vagy a nővéred ültette, és ha Jóisten megsegíti, ha idejárnak majd a gyerekei, akkor el tudja mondani, hogy ezt még mi ültettük annak idején. Tehát ennek ilyen többszörös, hogy is mondjam, haszna kell, hogy legyen a segítség kapcsán. A Vörös Kereszt komáromi területi szervezete a napokban folytatja a faültetési akciót a Petőfi és a Jókai bázisiskolákban is. Emellett május 10-én véradást szerveznek a Generációk házában 11 és 18 óra között.